Egy színvonalas magyarországi étterem fogyatékossággal élő személyeket alkalmaz. Egy belga gyár diákokkal fejleszt innovatív közlekedési megoldásokat bringásoknak. Ez a görög cég pedig kiszolgáltatott helyzetű személyeket foglalkoztat újrahasznosító és vendéglátóipari tevékenységeiben. Ami mindhárom cégben közös, hogy üzleti tevékenységeik mellett gondolnak az emberekre és a társadalomra is. A sociale onderneming zoeken naar activiteiten die vooral een sociale impact hebben voor het inschakeling van laaggeschoolde mensen of een milieudoelstelling. Dat drijft hen, maar op een ondernemende manier. De logica daarachter is omdat dus hoe meer middelen wij door winst te maken genereren, hoe meer nieuwe voertuigen we kunnen ontwikkelen, hoe meer opportuniteiten voor jongeren. Het geeft mij ook veel ervaring dat ik op mijn cv kan zetten, wat anders moeilijk is om een job te vinden. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός καταρχάς εφαρμόζει τις αρχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Δηλαδή τα μέλη του συνεταιρισμού συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα κέρδη δεν δημιουργούνται προς όφελος κάποιου ή κάποιων, αλλά επανεπενδύονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα τα οποία μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένα εργασιακά. Μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κοινωνία, δηλαδή υπάρχει ο θεραπευτικός και αποκαταστασιακός στόχος και απ' την άλλη η μείωση της ανεργίας. Ez egy nagyszerű érzés, hogy egy fenntartható vállalkozásban folyamatos munkalehetőséget tudunk fogyatékos embereknek biztosítani. Az emberekkel való kapcsolatom annyiban változott, hogy másképp állnak annyiban hozzám, hogy látják azt, hogy egy mozgássérült az nem csak arra képes, hogy fizikális dolgokat vigyen véghez, hanem arra is, hogy kommunikáljon, hogy emberekkel foglalkozzon. A szociális vállalkozások elősegíthetik a fennálló társadalmi-gazdasági kihívások kezelését. Az Európai Bizottság szoros együttműködésben tevékenykedik az érintett személyekkel, hogy személyre szabott eszközöket alakítson ki vállalkozásaik fejlesztéséhez és valódi változást érjen el. Szociális vállalkozói készség, vállalkozás és emberség.